Sziasztok! Ma egy nagyon finom süteményt készítettem el, és ez nem más, mint a piskóta tekercs, és ez garantáltan elronthatatlan, ez a fajta tészta. Rengeteget kutattam, megrepett, nem úgy sült meg, túl magas lett, stb. Ez viszont a tökéletes mind ízben, mind abban, amit mondtam, hogy elronthatatlan, úgyhogy mindenképpen érdemes ezt kipróbálni. És ugye lekvárral, vagy csoki krémmel meg lehet tölteni, vagy mascarpone, vagy bármilyen krémmel. Az a lényeg, hogy maga a piskóta végre megszületett hozzá, hogy hogyan is kell ezt elkészíteni. Nézzétek meg, hogy én hogyan készítettem, és garantáltan ti se fogjátok elrontani, ha így készítitek. Első körben 6 tojás sárgáját és 6 tojás fehérjét külön választunk, és közben a sütőt már el is kezdjük előmelegíteni 180 fokra. A tojás fehérjéhez teszünk egy csipet sót, és ezt az egészet kemény habbá verjük. Amikor ez elkészült, a 6 tojás sárgájához hozzáöntünk 120 g kristálycukrot, 1 evőkanál meleg vizet, 2 evőkanál étolajat. Itt lehet még hozzátenni, ha szeretnénk vaníliás cukrot, citromhéjat, narancshéjat, ki mit szeret. És most ezt az egészet szintén összekeverjük. Miután elkészült a tojássárgája is, 120 g lisztet hozzászitálunk, hozzászitáljuk, illetve teszünk hozzá egy pici sütőport. Ez olyan negyed csomagnyi. Ezt óvatosan elkeverjük. És most hozzá keverjük a fehérjét. Sütőpapírral bérelt tepsibe tesszük. És most 180 fokra előmelegített sütőbe betesszük összesen 13 percre. Elkészült a süteményünk. Ráteszünk egy másik sütőpapírt, és ügyesen ide kifordítjuk a pultra. Szépen ezt a sütőpapírt lefejtjük a tésztáról óvatosan. Most fogjuk és megkenjük lekvárral, így melegen. És most fölhajtjuk szépen a tésztánkat. És most így fogjuk hagyni kihűlni a tésztát, és majd, ha kihűlt, utána szeleteljük. Kitettem egy jó fél órára a hidegbe, a teraszra, a sütinket. Most szépen le fogjuk róla húzni. Ízni. Porcukorral meghintjük. És aztán fogjuk, és már lehet is szeletelni.
Na, milyen kéra? Nem finom. Nagyon finom. Megeszel az egészet? Igen, még ma. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, tudtok nekünk kommentet írni ugye a komment szekcióban, tudtok minket követni Budapesti Família néven, mind a Facebookon, mind az Instagramon, tudtok nekünk levelet írni a lenthátható levelezési és e-mail címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!